sziasztok, kávérengok, én Kun Kriás vagyok, ez pedig itt a Kávésdoboz vlog. Budapesten a Baross utcán sétálunk és egy olyan kávézóba tartunk, ahol Nagy Krisztián barátom készíti a kávékat. Nagy Krisztiánról, hogy mit kell tudni, mindjárt ki fog derülni a riportba, és az is ki fog derülni, hogy a Krisztián milyen kávékat készít nekünk, és egyáltalán hogyan került ő a kávés szakmába, úgyhogy gyerünk be a One Cup-ba. Nagy Krisztián Bruce szeretném nektek bemutatni. Itt ülünk a One Cup kávézójában, amit 2 éve nyitottál. Lassan 2 éve, novemberben lesz 2 éve, igen. Hogy kerültél a kávés szakmába? Hát ez egy nagyon érdekes sztori. Én lassan 15 éve vendéglátozom. A szó minden értelmében, hideg-meleg konyha, felszolgáló pultos, minden részét megjártam. És mindig zavart az, hát egy idő után már zavart az, hogy a pultosok, aki a kávét készíti, akkor még nem tudtam, hogy barisztának hívják. A pultosok közel azt a pénzt viszik haza, mint én, és ők egy ilyen másfél négyzetméteren mozognak egy kávégép előtt, egy sörcsap előtt. És akkor én meg ugye egy egész pályát bejártam, és egy kicsit már így zavart így, ahogy idősebb lettem, és egyre fáradtabb lettem estére. És volt egy jó barátom, Balázs, aki elég ismert a szakmába, és mellette dolgoztam, mint felszolgáló, és akkor egy idő után mindig vitatkoztam vele, hogy jaj, ez nem is szakma, amit te csinálsz, meg ez ilyen hobbi munka, stb. És akkor egyszer megpróbáltam, és akkor Balázs belevitt ebbe a szakma apró részleteibe, megtanította a trükköket, és egyre jobban megtetszett ez a kávékészítés. Én veled, ha jól emlékszem, az egyik Tampent Poolban találkoztam. Hát azelőtt azért még volt egy pár állomásom. Hol volt az első kávés állomásod, ahol azt mondod, hogy elkezdtél tanulni a szakmában? Hát ahol elkezdtem tanulni, az a Balázssal, a Spazio Manuel Café, a Manuel kávé forgalmazójának volt egy kávézó, egy étterme, ahol kávét is készítettünk, és akkor ott kezdtem el az első csésze megfogását, és onnan elmentem egy hálózatlánchoz vezetőnek, ahol megtanultam az alapokat, és akkor utána pedig a Vespresso-nál kötöttem ki, ez a mobil kávéspult. Igen. És akkor onnan indultam el az Espresso Caféba, aminek továbbított verziója lett a Tampen Pool 3, és akkor onnan megjöttem a sajátomba. Amikor beszélgettünk egyszer az egyik kávézóban, akkor te említetted nekem, hogy ahogy nagyon szeretnéd azt, és szívednek a nagy vágya, hogy egy saját kávézót nyiss. És nekem ugye az volt a meglepetés, hogy utána viszonylag nagyon gyorsan ezt meg is csináltad. Tehát azt láttam, hogy nagyon céltudatos ember vagy. És ez mutatkozik abban is, hogy most azért eléggé a kávés életbe komoly szerepet töltesz be, tehát hogy egy szervező munkát is végzel itt. Lásd például a Magyar Amatőr Barista Bajnokságot, most már nem először szervezted meg idén. Igen. Ugye amikor beszélgettünk erről, amit te is említettél, hogy a közeljövőben szeretnék egy saját kávézót, és ez valószínűleg azért is valósult meg, mert olyan emberek álltak mellém, akik látták azt, hogy én ezt nem félváról veszem. Szóval teljes erőbedobással, szívvel készítem, csinálom a kávékat, meg az összes munkámat bárkinél dolgoztam, segítettek megvalósítani az álmomat rövid időn belül, ami már 2 éve megtörtént. És amiért én fölvállaltam azt a szerepet, hogy versenyeket szervezek, szponzorokat hajtok föl, az pedig pontosan az, hogy a fiataloknak egy olyan segítséget nyújtsak, amit én is kaptam kicsit magasabb színvonalon, hogy ők is elinduljanak ezen, megszeressék ezt az egészet, és lehetőségük legyen bizonyítani, vagy adott esetben szerepelni, hogyha szeretnének. Megnyitottátok a kávézót, ugye egy magyar pörkölőnek, Tóth Sándornak a remek kávéval vagytok itt nyitás óta. Picit a specialty kávéról, annak, aki nem tudja, hogy mi ez. Meséljünk már, hogy miért jobb ez, mint hogyha mondjuk iszik egy olcsó kávét. Nem hiszem, hogy jobb. Én azt vallom, hogy a kávéfogyasztók között is van, aki ezt szereti, van, aki azt szereti. Én szeretem mind a két vonalat. Én szeretem az olaszos vonalat, szeretem a világos pörkölést,
szeretem az afrikai vonalakat, ami ugye jellemző rájuk, hogy sokkal gyümölcsavasabbak, sokkal savanykásabb az ízviláguk, de szeretem a kicsit sötétre pörkölt, adott esetben keverék kávékat. A keverékbe azt értem, hogy robusztát is tesznek bele, egy kicsit testesebb a kávé. Szerintem kell tudni és érteni, hogy melyik kávét mikor fogyasszuk. Egy jó vacsora után, egy nehéz vacsora után jól esik egy sötétebb pörkölésű kávé, de egy jó teljes italba, egy világos pörkölésű sokkal jobb élvezetet nyújt szerintem. Én úgy hívom, hogy új hullámos kávé, világos pörkölésű kávékról. Ugye azt kell tudni, hogy nem pörkölik túl. Úgynevezett az első recsenésnél. Amikor pörkölik a kávészemeket, ugye a hő hatására változik a térfogatuk, megrecsen a külső burkolat, és azt égetik tovább, azt tartják benne tovább, és ezáltal lesz sötétebb, és ezáltal kiégetik belőle úgymond az értékes aromákat, és ezért van az, hogy a sötétebb pörkölésű kávé kicsit keserűbb ízvilágnak tűnik, de ugye azt tudjuk, hogy a kávé az nem keserű, inkább egy kis égettebb kis ízt kapunk a végeredménybe, és akkor az új hullámos kávénál pedig megáll annál a bizonyos recsenésnél, és ezáltal megtartja az összes értékét annak a kávészemnek, ami a születése óta benne van a kis kávés cseresznyében. Azt is lehet hallani egyébként, hogy ezeknek a specialitet, az új hullámos kávéknak a beltartalmában nem csak az ízek maradnak meg, hanem egyébként nagyon egészséges is. Igen, és ezeket nem csak mi mondjuk, és ez nem csak egy ilyen felkapott sztori, hanem ezt azért komoly kutatók a világ számos pontján alátámasztják bizonyos kutatásokkal, hogy a minőségi kávé fogyasztás, minőségi kávé kultúra, az nagyon sok mindenben jót tesz az emberi szervezetnek, az ereknek jót tesz, a vérnyomásnak jót tesz. Ami régebben volt, hogy a gyomorbántalmak ezeket elkerüli. Én mindig azt mondom minden egyes vendégnek, aki kérdezi, hogy mennyi kávét fogyaszthatok egy nap, én azt mondom, hogy a minőségi kávéból, a jól elkészített minőségi kávéból 4-5-öt nyugodtan fogyasszon el, de a folyadék és az ételbevitel mellett. Segítsünk már embereknek, akik azt mondják, hogy oké, ők szeretnének egy jó kávét inni. Mi alapján tud egy kávézót kiválasztani, hogy jól fogják neki elkészíteni a kávét? Ezt nehéz azért megválaszolni, mert én mint szakember nézem már, hogyha bemegyek. De az elején is mindig azt figyeltem, mint vendéglátós, amikor bementem, én akkor is érzékeny voltam az eszközökre. Szóval, hogyha bemegyek és azt látom, hogy nem is a kávégép kinézete, mert azért az olyan, mint egy szép autó, attól még belül rossz lehet a motorja, vagy szakadt lehet belül a kasznia. De amikor a gőzkar le van takarítva, amikor az eszközök szépen sorba vannak rakva, amikor a rongyok azok úgy állnak, mintha akkor nyitott volna, amikor rendezett a környezet, amikor az egész kialakítás úgy van kialakítva, hogy itt csak jót lehet elkészíteni, és akkor utána megyünk bele abba, hogy a kávé, ugye nekem a jó kávé az onnan indul, hogyha a kávézsákra legalább rá van írva, hogy honnan érkezett, melyik farmról, hogy dolgozták föl, és hogy milyen eljárással készült ez a kávé. Térjünk át egy picit a szakemberképzésem a Magyarországon. Rengeteg barista iskola van. Szerinted mitől ismerhető fel a pult mögött egy barista? Hát én megint csak arra tudok visszamenni, hogy ugye ez az első benyomás. Szóval egy az, hogy hogyan szólít meg, hogyan nyúl ahhoz a csészéhez, hogyan veszi le a kávékart. Mennyire csúnyán szólva flegmán kezeli azt a kávét. Szóval, hogyha nem úgy viselkedik azzal a kávéval, mint egy jó séf a steakkel, akkor már azért le lehet szűrni azt, hogy ő muszájból készíti, mennyit tanulta, mennyire érdekli ez a szakma, mennyire lesz jó az a kávé, és az teljesen független attól, hogy milyen babot használ, milyen ördleményből készíti. Lehet azt mondani, hogy egy jó barista szerelmes a szakmájában. Ez így van. Igaz? Én ezt látom rajtad, hogy te ebben a szakmában szerelmes vagy. Ezt a szívvel hát csinálod. Szerelmes az egy kicsit túlzás, de a hobbim is egybe. Ez néha otthon egy kicsi bonyolalmat szül, hogy ugye többet vagyok lassan itt, mint otthon. De én azt vallom, hogy csak így lehet csinálni, hogy szívvel lehet csinálni. És én muszájból sose végeztem egyik munkámat sem. Vannak terveid? Természetesen szeretnék, hogyha úgy alakul a jövőm, a sorsom, akkor szeretnék még egy kávézót, akár egy One Cup-ot, akár egy másik brandet létrehozni. És ugye a legnagyobb vágyam az pedig mindig is az volt, amióta elkezdtem dolgozni, és akkor elhatároztam, hogyha egyszer lehetőségem lesz, hogy valami brandet létrehozzak, hogy ebbe valaki lásson annyi fantáziát, hogy neki ez kelljen, ő szeretne egy franchise-ba nyitni.
Úgyhogy ez a legnagyobb vágyam egyelőre, hogy remélem, hogy egy olyan terméket, egy olyan nevet hoztam létre, és azt úgy képviselem, hogy ez valakinek annyira tetszik, hogy neki ez kell, és ő ebből szeretne magának is egyet. Arra bíztatok minden egyes fiatal barisztát, aki szereti ezt a szakmát és szívvel csinálja, hogy vagy az általam rendezett amatőr bajnokságokon, vagy a profi bajnokságokon induljon el. És nem azért kell indulni, hogy legyen neki is egy serlege, egy oklevele, megismerjék a kávézókban, megismerjék az utcán, vagy az rendezvényeken, hanem mi tanulhatunk iskolában nagyon sokat erről a szakmáról. Gyakorolhatunk évekig a kávégép mögött. De egy verseny felkészülés alatt, abban a 2-3 hónapban éveket fejlődünk. Szóval az, hogy én akkor megtanulom azt a kávét, hogyan kell kezelni, azt a tejet hogyan kell használni, egy kis prezentáció, és az ugye előrevetíti azt, hogy a vendégekkel hogyan kommunikálok. Rengeteget lehet tanulni abban a 2-3 hónapban, és abban még jobban meg lehet szeretni ezt a szakmát. Úgyhogy hajrá mindenkinek, hogy versenyezzen, kiálljon a közönség elé, megmutassa, számot adjon a tudásáról, és hogyha utolsó lesz esetleg a versenyen, az se csalódásként fogja fel, mert nem ő az utolsó, hanem rajta kívül több ezer bariszta van, aki nem indult el. Folyton visszatérő kérdés nálam, amikor beszélgetek barátaimmal, hogy oké, elmegyünk egy kávézóba, ott egy profi barista elkészíti a jó minőségű kávéból a kávénkat, na de hogy tudnék én otthon reggel a feleségemnek, férjemnek meglepetésszerűen csinálni egy olyan kávét, amire azt mondhatjuk, hogy otthoni körülmények között, de egy finom kávé. Mutatsz nekünk egy ilyen receptet esetleg? Hogy... Persze, nagyon szívesen. Én nekem az első és legfontosabb otthoni készítésű kávém, ami durván egy ilyen minden eszközt egybevéve, amiben gondolok az eszközre, a hozzávaló filterpapírra, egy kéziörlőre, egy vízforralóra, szerintem durván ilyen 30-40 ezer forintból össze lehet rakni egy otthoni szettet, amihez ugye alkalmanként a minőségi kávét meg kell venni, de egy nagyon finom kávét tudunk előállítani, amit most be is mutatok nektek, hogyha jó, gondolod. Jó, gyerünk akkor!